Köszöntöm Önöket! Halálos közlekedési baleset történt december 7-én Dunaharaszti lakott területén kívül az 51-es számú főúton. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy ez György az általa hajtott kerékpárral kivilágítatlanul, fényvisszaverő mellényt viselve közlekedett Dunaharaszti lakott területén kívül az 51-es számú utat az Adzsib benzinkúttal összekötő szervizúton az 51-es út irányába. Haladása során az úton kívánt áthajtani kerékpárjával és az 51-es út átellenes oldalán található Pál László útra akart menni, melynek során neki ütközött a neki jobbról balra az 51-es úton Budapest irányából Baja felé közlekedő tehergépkocsival. A baleset során a kerékpárral közlekedő S. György, dunaharaszti lakos, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki december 4-éről 5-ére víradó éjszaka egy búzavirágsornál található MTZ 80 típusú traktor generátorát és önindítóját eltulajdonította. A lopással okozott kár 60 ezer forint. Sajnos szinte nem telik el úgy egy tél sem, hogy ne hallanánk olyan balesetről, amelyet az alaktomos szénmonoxid okozott. Ez történt Dunaharasztin is december 6-án 23 óra körüli időben, amikor egy Nagy Lajos utcai családi házhoz riasztották a mentőket, a rendőröket és a katasztrófa védelmet. A házban lakók erős fejfájásra, szédülésre és hányingere panaszkodtak, ezért a mentők 4 felnőttet és egy gyermeket szállítottak kórházba, akik szerencsére mindannyian jól vannak. A katasztrófa védelem a családi házban szénmonoxid értéket mért, mely 28, 35 és 56 PPS értéket adtak. A szénmonoxid nem csak hatását tekintve veszélyes gáz, mert színtelen és szagtalan, ezért csupán mérőműszerekkel lehet csak kimutatni, vagy rosszabb esetben a szervezetre gyakorolt hatásából lehet következtetni jelenlétére. Belégzés után a vérbe kerülve gátolja az oxigénfelvételt, mivel kötődések közel 300-szor nagyobb, mint az oxigénnek, a szénmonoxid könnyebben tapad meg a vörös vértesteken. Minél nagyobb arányban tartalmaz szénmonoxidot a belélegzett levegő, annál nagyobb mértékben jelentkezik oxigénhiány a szervezetben, melynek súlyos következményei is lehetnek. Enyhe mérgezés esetén az influenzához hasonló tünetek észlelhetők, mint a fejfájás, szédelgés, álmosság és hányinger. Minél nagyobb a fellépő oxigénhiány, annál intenzívebben jelentkeznek a tünetek, és annál gyengébbé válik a szervezet. Közepesen erős mérgezés esetén migrénszerű fejfájás jelentkezik, ehhez erős szédülés és heves szívdobogás társul. Erős mérgezés esetén az oxigén hiány már olyan mértékű, hogy könnyen alakul ki nehéz légzés, rövid időn belül pedig eszméletvesztés következhet be. A legrosszabb esetben a mérgezés halálhoz vezet. Mivel az érzékszervek nem tudják érzékelni a gáz jelenlétét, érdemes úgynevezett CO-detektorokat elhelyezni a lakásban vagy a házban, amelyek folyamatosan mérik mennyiségét a levegőben, és még azelőtt jelzik a jelenlétét, mielőtt a mérgezés tünetei megjelennének, és egészségügyi következményei lennének. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!